Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 6-án. Itt a képen látható bal oldalon egy vár. És ez utal olyan régi dolgokra, de arra is, hogy itt megvan a biztonság érzete, ott van a talaj a lábunk alatt, és én ezt a képet, illetve ezt a várat összehasonlítom Szaturnusz bolygó energiájával. Jobb oldalon ez a vitorlás hajó útban van, van egy új irány, vannak változások, és ezt a vitorlás hajót összehasonlítom Uránusz bolygó energiájával, hiszen Uránusz bolygó hatása alatt mindig vannak változások. Jelenleg mindkét bolygó visszatekintő, Szaturnusz bolygó is, Uránusz bolygó is. Ez utalhat a múltra, jelenthet kármikus témákat, de azt is jelentheti, hogy valami vagy valaki fékezi az eseményeket. Nem csak a mai napon, hanem a következő napokban is van itt egy kihívás. Uránusz bolygó és Szaturnusz bolygó között egy úgynevezett kvadrát kapcsolat vagy négyzet kapcsolat, ami utalhat nehézségekre, problémákra, kihívásokra. Természetesen ezt átéljük, ami a politikai eseményeket illeti. Van egy csoport, aki a régi dolgokat meg akarja őrizni, megvan ez a konzervatív tartás, ez a Szaturnusz bolygó energiája, itt a képen erre utal ez a vár. És van egy másik csoport, vagy más irány, és ők szeretnének változásokat. Sőt, ha megtekintem a napi horoszkópot, ebben az irányban nem csak Uránusz bolygóhat, hanem ott van a közelben Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, utal kármikus témákra, és jelenti a jövőt, a változásokat, vagy egy új irányt. De még nem tudjuk irányítani a dolgokat, hiszen Ráhu azt is jelenti, hogy itt még minden olyan bizonytalan. Persze, Szaturnusz bolygó és Uránusz bolygó, azon kívül ez a Ráhu energia, nem csak a politikai eseményekre hat ki, hanem a mi életünkre is. Az egyik irány a múlt, ahol biztonságban érezzük magunkat, mint például egy biztos munkahely, vagy egy lakhely, ahol kiismerjük magunkat, vagy egy biztos párkapcsolat. És mi hajlamosak vagyunk arra, hogy itt szeretnénk maradni, mert ez nyújtja a biztonság érzetét, és vannak félelmek, ami a jövőt illeti, ami a változásokat illeti. De megvan ez a belső hang, amikor úgy érezzük, itt mégis kellenének a változások. Egy új irány. És ez az Uránusz bolygónak az energiája. Erre utal itt a képen ez a vitorlás hajó, hogy legyen mozgás, hogy legyenek változások. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, azt is jelentheti, hogy vannak bizonyos személyek, akik szeretnének kilépni a párkapcsolatból, keresnek új kapcsolatokat, vagy ha megvan ez a kapcsolat, akkor szeretnének egy új irányt, és ezek a lehetőségek.
De mivel Szaturnusz bolygó és Uránusz bolygó ebben a négyzetben, illetve ebben a kvadrát kapcsolatban áll, itt van egy húzavona, tegyem vagy ne tegyem, melyik döntés lenne helyes. Itt kellene a középút. És itt mindig van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat meg kellene őrizni. Szaturnusz bolygó hatása alatt gyakran idősebb személyekről is szó van. Ezek lehetnek a szülők, vagy a nagyszülők, vagy egy idősebb személy a környezetünkben, akinek van élettapasztalata, és tud adni egy bölcs tanácsot számunkra. Ezeket a kapcsolatokat jó lenne megőrizni. Vagy egy bizonyos helyzetet, ahol úgy érezzük, ez stabil, ebben megbízhatunk. De mégis úgy érezzük, hogy kellenek a változások, mert ki akarunk törni egy bizonyos helyzetből, vagy egy bizonyos kapcsolatból, és nyitottak leszünk egy új irányra, nyitottak leszünk a változásokra. Itt az Uránusz bolygó hatása alatt lesznek új gondolatok, tervek, ötletek, és ez jó lehet számunkra. Tehát mindkét irány fontos, mindkét energia fontos, de kell a középút. És az is fontos, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Akkor is, ha megvan a belső feszültség, mindkét oldal fontos számunkra. A Szaturnusz bolygó energiája is, hogy bizonyos dolgokat, kapcsolatokat megőrizzünk, de kell az Uránusz bolygó energiája is, hiszen szükségünk van változásokra. És ebben a helyzetben kell a belső nyugalom, az is jó lenne, ha örülnétek ezeknek a változásoknak, akkor is, ha még vannak nehézségek vagy kihívások. Ebben segít a hold mozgása. Az indiai asztrológia szerint a hold jelenleg a vízöntő jegyében van, a levegő elemében, ami utal a szabadság érzetére, a könnyűségre, a tervekre, az ötletekre, sőt a kommunikációra is. Érdekes az is, hogy a vízöntő jegye felett Szaturnusz bolygó uralkodik, és Uránusz bolygó uralkodik. Tehát a hold mozgása a vízöntő jegyében kihat erre a várra, Szaturnusz bolygó energiájára, és kihat erre a vitorlás hajóra is, Uránusz bolygó energiájára. És most mutatok egy képet. Ez is nagyon érdekes. Ezen a képen láthatóak a dósák. Ezek energia mezőket jelentenek. Ajurvéda lefordítva az életnek a tudását, bölcsességét jelenti, én úgy mondanám, az élet művészetet. És itt van vata, pita, kafa. Ezek az energia mezők. Ha megtekintjük a napi horoszkópot, a személyes bolygókat az indiai számítás szerint, akkor a mai napon és a következő napokban is a kafa energiája hat. Ez tulajdonképpen jelenti a föld elemét. Van egy kis víz elem is benne.
ami azt jelenti, hogy valamit meg kellene tartani, kell a biztonság érzete. Ez kiválthatja azt, hogy valamit fogva szeretnénk tartani, mert úgy érezzük, ez adja a biztonságot számunkra. Visszatérve a másik képre, ez lehet ez a vár a bal oldalon. De kell a mozgás, mert ez számunkra most az egyensúly. Ebben segít a víz eleme. Visszatérve a képre, ez lehet ez a vitorlás hajó is. Jupiter bolygó van a víz elemében, ami jelenti a lehetőségeket, vagy szerencsét hoz számunkra, hiszen Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. Észre kell venni a napokban ezeket a lehetőségeket. Mivel a hold a vízöntő jegyében van, és a vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, a hold hatása alatt van vata energia, ami a mozgást jelzi, a könnyűséget, a kapcsolatokat, az ötleteket, a terveket, és itt van mozgás. Tehát a hold energiája segít abban, hogy meglegyen a belső egyensúly, kiegyensúlyozza a kapha energiáját. És mivel a víz eleme nem csak a kapha energia mezőhöz tartozik, itt van egy kis pita energia is, ami utal a változásokra, a transformációra. Ami a mai napon hiányzik, az a tűz eleme, mert az indiai számítás szerint a tűz elemében nincs bolygó, ha én a személyes bolygókat tekintem Szaturnusz bolygóig. És ez hiányzik. Kihat természetesen